ennek aztán ilyen jó kis skonzenes feelingje van. Mit szóltál, amikor először megláttad, hogy na mostantól kezdve itt? Hát leginkább azt, hogy vidékre költöztem. Nagyon tetszett. Megláttam benne a potenciát, hogy el tud helyezkedni majd a két kocsika. És hát tetszik. És nem is akármilyen autó, legalábbis az egyik, amivel akkor mész, amikor szeretnéd, hogyha utánad nézzenek, és a másik az pedig, amikor tényleg haladni akarsz. Ez az öregebbik. Ez olyasféle, mint aminek tolerálják, hogy lassan indul, tehát nem nyomulnak rám, így a piros lámpánál. Ez is elmegy mindenhova. A németeknél tudod, van Winterwagen, meg Sommerwagen. Na, ez nekem a Zontagwagen, ezt vasárnaponként használom, meg a hobbi kocsim, de elmegy bárhová. Nemrég Nizzába voltam vele, de bárhová elmegy. Azért mentél ezzel Nizzába, mert szereted a kihívásokat, amit szeretsz veszélyesen. Azért, mert a másik hátuljában volt egy mélynyomó, ez így viccesen halt, dübörög benne a zene, most már nem annyira, mint régen, de hát a mélynyomó az sok helyet foglalt el. Spoinból kaptam a születésnapomra, és hát akkor én kiszerelni nem tudtam, de innentől kezdve a csomagtér az kissé összement. Hogy befáradni kicsiny kis birodalmamba. Nézzük, itt lakozom. Mennyi kép? Ezeket te fényképezted? Igen, mindet. El kell döntenem valamikor, hogy mi adja majd a szoba dizájnját, és akkor Itália mellett tettem le a voksomat, úgyhogy ezek egyesével itáliai városok, minden városról egy darab kiválasztott kép, gondolhatod, hogy nem volt egyszerű, és Rómáról több, mert az a főváros szám szerint, ha már a hét dombra épült város, akkor 7, és még a nagy olaszországi városokról, mint mondjuk Milánó, Nápoli, azokról van kint több, de csak 2. Vannak fényképek a Kandallódon is. Igen, az ott édesapám, akit látsz, ő elhunyt már sajnos, 2009-ben még, ahogy anyukám gyerekkoromban, de róla van egy ilyen jó képem, és ezt itt kint tartom. Anyukámról meg odahaza, ahol felnőttem, Budán, a lakásban. Aztán apukám mellett... És ők mivel foglalkoztak? Apukám, ő pszichológus volt, a Leánynevelő Javító Intézetben dolgozott Rákospalotán. Igen, az egy szép hivatás. Szép hivatás, igen. Anyukám pedig vegyész volt, kém matek szakos, és akkor ebben helyezkedett el. Nagy szekrény, mit rejt a nagy szekrény? Az rejti a ruhákat, ami azért izgalmatos, mert szoktak interjúvolni, főleg a gyerekek, hogy nincs másik ruhám, na, csak a fekete szett. És van? Így ez az uniform is. És akkor... Tudom, hogy nagyon indiszkrét, de beszabad lesni a szekrénybe? Jó, tegyük meg, és akkor eldicsekszem vele, mi szerint a kék, nem minthogy ez egy kiváltság lenne, de a kedvenc színem, és van nem fekete ruhám, úgyhogy tessék, lássék, a kékért vagyok oda, az a tenger színe, na, meg különös, szabadsági. A papok gyakran, ha a papi civilben vannak, akkor van kékingük. Tehát annak ja, is kék megvan papi civil? Igen, vagy az, ja, az ne, nincs. Nálam az fekete. Papi igen, civil. Az csak. Fekete. Igen. Aha. És akkor van egy fekete blokk, meg van egy ilyen kék blokk. És te ilyen papos papnak tartod magad? Igen, igen. Volt olyan, hát akkor elsztorizom, hogy odajött hozzám a kisgyerek az általános iskolában a 2-vel ezelőtti szolgálati helyen, még Pesszentőrincen, és azt mondja, hogy András, hogy te nem is vagy igazi pap. És mondom, én nem vagyok pap. És akkor azt mondta, hát elnézést a kollégáktól, a kisgyerek nevében is, mert én csak idézem őt, azt mondta, hogy mert nem vagy szemüveges, nem vagy kopasz, és hogy nincs pocakod. Ezt állította. Na, de nem ettől függ, hogy valaki ilyen papos az én pap-e. Igen. Szerintem előfordulhat, hogy mondjuk nem ezt nézik ki belőlem első sorban. Én papos papnak gondolom magamat. Ja. Na hát, most mi majd megmutatjuk, hogy milyen sokféle papunk van. Na, és akkor gyere!
tekintsd meg a katolikus iskolát, ahol is tanítok, ez Szent József néven fut, akár csak a plébániánk, ugye? A védőszentünk Szent József. Van egyébként a területünkön egy óvoda is, ami ez az intézményhez tartozik, és ez nem csupán általános iskola, hanem gimnázium is. Most éppen felújítás alatt áll. És te hányadik osztályokban tanítasz? Én a nyolcadikat tanítom hittanra, illetve a tizedikeseket. Nagyszerű. Valamelyikbe be is tekinthetünk, gyere! Hát, hogy ne lenne a kedvenc osztályom, mit mernék mondani a jelenlétükben? Gondolom elfogadják ők is ezt a megtisztelő titulost, és hát gondolom nektek is a kedvenc tantárgyatok a... Ennyi! Ajaj, de várjál! A maszkok azért... miatt nem hangzik, hogy tökéletesen. Szerintem tedd föl még egyszer, hát Na, melyik a kedvenc tantárgyunk? Pizza! Ennyi, jó, ez nekem soba fog kerülni, majd pizzázunk egyet. Tanórát tartasz, azt mondtad, hogy nyolcadikosoknak, tizedikeseknek, ez pont nem a túl könnyű korosztály, így hittan hát, szempontját. Mi számít könnyű korosztálynak, de egyébként valóban a tizedikesek olyan 16 éves formák lehetnek, fel kell kelteni az érdeklődésüket, meg az a fontos talán, hogy tényleg nekik legyen érdekük is egy aprányit foglalkozni a témákkal, de hát ezt be is kell tudni dobni, jó témákat. Aha. Tehát akkor a jó hittanórának az a titka, hogy őket érdeklő témákat hozzál? Igen, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez nem plébáni hitta. Tehát itt van egy tanmenet, itt egy suliban vagyunk, kötött a történet, tehát heti 2 óra számban van lehetőségük találkozni, hát éppen a tizedikeseknek, valamint a nyolcadikosoknak velem, de hát a hittannal, úgyhogy azért haladni is kell abban. Nem könnyű, van benne kihívás, igen. Dicsértessék! Mindörökké majd gyakorolhatsz tovább, csak bemutatom egy ismerősömnek a templomot. Hát meg főként az orgonát, ugye? Mert ez a nagy nevezetessége ennek a templomnak? Ez is, vagy talán a legnagyobb, vagy amiről híres. Lényeg mi lényeg, hogy állítólag és bizonyosan is Budapest legrégebbi működő orgonája. Igen, ezzel a kitétellel kell, hogy igaz legyen a mondat. Na és kik játszanak rajta? Van állandó kántorod? Vannak hárman, őnekik van más hivatásuk is, és egyébként pedig jönnek, és a hétvégi szolgálatot ők látják el, hétközben pedig sajnos orgonás misét biztosítani nem, vagy csak különleges esetben tudunk. És mitől Szili Andrásos a mise? Meg szoktad szólítani a gyerekeket? Nem. Poénkodni szoktál? Van helye a humornak a misén? Persze, hogy van, de a spontán jön. Tehát például szombaton esti misén valami eszembe jut, nem is biztos, hogy vicces, lehet, hogy éppen szomorú. Ott elsztorizom, de miután az akkor jött, és eredetben be nem építettem a prédikációmba, ezért azt másnak nem is akarom elsütni vagy elmondani, mert az már olyan mű lenne. Igen, a spontaneitásnak kicsit több teret biztosítunk, talán attól lehet Szili Andrásos a prédikáció. A mise az Jézusos, a prédikációban van szabad terem, és hát ezért alakul is az, tehát hogy meg lehet figyelni, most nem azt mondom, hogy érdemes eljönni mind a 3 vasárnapi misére ide, a szombatira, illetve a vasárnap délőttire, a vasárnap estire, de hát rengeteget változik, vagy fejlődik, vagy visszafejlődik a prédikáció ez idő alatt. Jézus világ megváltója, üdvözd ígéret adója, megfeszített Isten fia, szent keresztet szívem.
ahogy így hallgatlak, így zeng a templom, azért a hangod úgy jól betölti a teret, kicsit rekettes hang, fölhívták már arra a figyelmedet, hogy ez úgy hangzik. Igen, van, hogy jól hangzik, de be kell ezt járatni, mert reggelente azért nem annyira szép, később meg előfordult már, hogy dicsérték. Igen, és már próbára tétetett a hangom, akkor, amikor a Bazilikában, vagy akár a Bosnyák téren is elment a hangosítás, és még akkor is lehetett állítólag hátulról hallani, amit mondani kívántam. Akkor tekintsd meg, ez itt a Szent József ház, a közösségi házunk, ez rengeteg plébán ilyen hiányosság, hogy nincsen, tehát hogy így nem tudnak nagyobb létszámban hol összegyűlni. Ez kiállításoknak is remek helyszínt biztosít. Megnézed velem belülről? Nézzük meg! Van most is kiállításunk. Amikor külföldre mész, akkor van időd olykor múzeumokat látogatni? Ritkán, ahhoz azért az kéne, hogy egy ilyen 3-4-5 napot ott töltsön az ember, akkor szánok is rá időt, viszek oda másokat is szívesen, de alapvetően nem ez a fő profilja mondjuk így a város látogatásaimnak. Főleg olyan helyekre szeretsz utazni, ahol tudsz beszélni a helyiekkel? Tehát ahol ismered a nyelvet? Azokat a helyeket preferálom, ahol azért megértetem magam. Igen, ez Olaszország, ugye a képeket is láttuk, aztán Spanyolország, Franciaország? Hogyne, persze, így. Ezeket így, a nyelveket? Latin Amerika, de a franciát is úgy mondom mindig, hogy ilyen turista szinten beszélem. A spanyolt azt használom úgy szint az olasz mellett szívesen és hasonló gyakorisággal. Próbára teszi az ember, tehát amikor teszem azt, megérkezem egy itáliai nyaralásból, és aztán megyek a spanyol ajkú közösségbe, ott a lelkipásztori szolgálatomat végzendő mondjuk celebrálni a szentmisét vasárnap, és akkor bebefutnak az olasz szavak, tehát azok jutnak eszembe hirtelen hamarabb. És akkor most olaszos étterembe menjünk-e ebédelni, vagy spanyolosba? Most az egyszerűség kedvéért, meg nincs is oly messze, hanem maradunk a Duna ezen partján, menjünk egy olaszosba, jó? Abból tudok több jobbat, spanyolosból is. Jó. Induljunk. Tehát 12. kerületben megyünk, ahol felvettél. Bizony, ott nőttem fel, minden, ott gyerekeskedtem. Minden bokrot ismersz. Igen, legalábbis úgy szoktam mondani, hogy így a Moszkva és a Bakcsomó pont között mondjuk, de kiterjesztve akár a Móri Zsigmond körtérig, és felfelé pedig hát a vasúti töltés, Lassa a déli rendező, az az enyém, és ezen túlmenően pedig a Böszörményi útig vagyok kifejezetten, úgy ismerős, hogy arrafelé gyerekeskedtem. Hát tényleg minden házban lakott egy ismerős haver, jó barát, jártunk át egymáshoz, jártunk a gesztényes kertbe, és egyébként a spanyol ajkolt lelkipásztori szolgálata is odaköt engem, mert abba a templomba fogadtak be minket, amikor kinőttük az előző helyünket a belvárosban, és hát fontos, hogy egy centrális hely szolgáljon. Jól megközelíthető, igen. Nekünk igen, helye. Otthonul, mindenki által tényleg megközelíthető legyen. És akkor... És ez az a templom, ahova te gyerekkorodban jártál. Így is van. Minisztráltál meg mindenféle. Pontosan, pontosan. És akkor ez, hogy letekered az ablakot, dübörög a zene, fönt a szemüveg, és akkor mondjuk nem mindig, nem látják rögtön, hogy pap vagy, mert hogyha nem papi civilben vagy, de még abban is, akkor se látnak be esetleg, vagy nem úgy látják, akkor ez egy olyan jó érzés. Hát ha papi civilben vagyok, akkor kicsit megemberelem magam, akkor azért nem üvöltettetem a zenét, ne gondolják már azt, hogy ez az egyház. Ez nem az az oldal, amire a legbüszkébb vagyok, de szívesen hallgatok hangosan zenét, és hát az ablakot meg csak praktikus szempontok szerint
De kénytelen, ja, kellett. Ja, hát igen, nincs légkondi az ilyen régi kocsiban. Ebben nincsen, így van, úgyhogy kénytelenek a szomszédok a pirosnál az én zenémet hallgatni, az én zenéizésem előtt hódolni. Na, és az milyen? Ja, mit hát hallgat? Szeretem a hip-hopot, a rappet, az electro dance house, ilyesféle kategóriákat, de főleg mondjuk azt szeretem, hogyha a zene nem angolul szól, mint általában. Lett volna neked B-terved is az életben? Tehát, hogyha nem papnak mentél volna, mi lettél volna? Hát, talán olasz fordító tolmács, de gondolkoztam azon, hogy édesapám nyomán mondjuk pszichológus legyek, de megérintett az is, hogy mondjuk töritanár. Lényeg, hogy aztán az olasz nyelv is foglalkoztatott jobban. Hát nem tudom, mert aztán a papság az már úgy, mint gondolat belépett az életemben. 11-es koromban, első körben, aztán 12-re megerősödött, aztán még dolgoztam egy keveset, mert apám nem nagyon örült ennek a hivatástörténetnek. Felnőttem egy hagyományos katolikus családban, eljártam a hittanórákra, meg a templomba is, amikor vittek. Jó, nem kellett annyira kényszeríteni természetesen, de aztán apám kitalálta, hogy oda járja a gimnáziumba, ahol ő is érettségizett, név szerint az esztergomi ferencesekhez. Még nem úgy gondolták a jó ferences atyák, hogy jobb lesz, hogyha én másút folytatom a tanulmányaimat. Na, mit csináltál? Semmi rosszat, én nem is értettem a helyzetet, ez ami félreértés lehetett. Lényeg, hogy állítólag a magatartásom nem volt tökéletes, vagy az iskola szellemiségének akkor... De verekedős volt. De hogy is, csak megmondtam a véleményemet, túl nagy volt az igazságérzetem. Eltanácsoltak, igen, azt mondták egyszer, hogy jobb lesz nekem másút. És akkor apukám azt mondta, hogy ha a katolikusok nem tudtak megnevelni, akkor irány a református gimnázium. És akkor így kerültem a Lónyay utcai református gimnáziumba. És egyébként a hivatás gondolatisága is onnan származtatható az esetemben. Egyszer csak hazamentél, és azt mondtad, hogy üljetek le, vagy jó, hogy ültök, mert olyat mondok, hogy attól úgy is leülnétek? Vagy sejtették, hogy szemináriumba mennél? Dehogy sejtették. Nem sejtették. Hát először is ugye egyes számban beszélünk erről, mert apukámról van szó. Másodszor pedig nem, ő sem gondolta volna, sőt, előtte én egy aprányi teszt titkoltam is. Elmondtam az osztályfőnök nőmnek, aki egy lelkész nő volt a református gimiben. Ő nagyon támogatta az ötletemet. Elbeszéltem az itthoni papunknak, és aztán nagy nehezen előálltam apámnak is, aki nem igen repesett. Igen. Szóval nem volt boldog olyannyira, hogy képzeld el, ez egy jó történet, hogy megpróbálta rábeszélni a haverjaimat, némelyeket, akiket ismert így gyerekkoromból, hogy ők legyenek oly kedvesek, és beszélnek a fejemmel, és beszélnek le erről az elhatározásomról. Sosem vaciláltál? Már úgy értem, hogy már útközben, amikor már szemináriumban voltál, nem volt olyan? Hogy nem. Azt szerintem kell is, hogy nem állt. Akkor van még idő ezt végig gondolni. Arra is adatik az a 6 év, kifejezetten 5, mert a 6. már a diakonátust jelenti. És amikor apukám beteg lett, és sok időt voltam idehaza, 3. éves koromban, és ápolhattam őt, mellette lehettem a kórházban, tehát volt, hogy csak vizsgázni jártam el Esztergomba, akkor azért elgondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy nem ez az én utam, vagy lehetnék más is. És ilyenkor nem azt kell megvizsgálni, szerintem, hogy mire mondasz nemet, és mire pedig len igen kifejezetten, hanem mennyi mindenre tudnál igent mondani, hogy ne, és mi az, ami erősebb benned. És akkor én is még egyszer végig gondoltam, hogy lennék még boldog az életben, és arra jutottam, hogy apaként is, meg családban is, azt alapítván, de ebben meg még inkább. És olybá tűnik, hogy ez be is jött, de majd térjünk rá vissza 50 év múlva is, és reméljük, hogy akkor is így lesz. Hogy így is gondolom, mert hogy így lesz, az szinte biztos. Reggel 2 meglepetést ígértem, most következik majd a második. Úgy legyen. Kíváncsi vagy? Nagyon. De nem árulom el, át kell mennünk Pestre. Jó van, haladjunk át a Limeszre.
szólsz? Nagyon jó, már sokszor próbáltak elcsábítani ilyen helyre. Na, még sosem sikerült. Nekem sikerült. Nem sikerült, mert nem tudtuk, hogy hova jövünk, de vegyük úgy, hogy sikerült. Úgy, de arra sikerül rávenni téged, hogy beüljünk egy kocsiba? Kénytelnek vagyunk, hát most legyen sikerélményed. Mindig, meg most is izgulok, nem most, mostanság általában véve, például egy egyszerű prédikációs helyzetben is, vagy amikor lelki napot tartok fiataloknak, én azért belül sokat izgulok. Esküvők előtt teljesen kész vagyok. Akkor szerintem menjünk, nézzük meg, hogy van-e már szabad kocsi. Jó. Hogy versengeni nem szeret, és a határokat feszegetni? Sem kifejezetten, nem. Én például a sebességhatárt is, ha tehetem, betartom. Ja. Meg egyébként is, a sávot is általában tartom. De nem csak vezetésben, persze, az életben. Csak egy példával akartam szolgálni. Nem szeretem kifejezetten a határokat feszegetni, nem szeretek kötéltáncot járni, nem szeretek kockáztatni, ilyen kimért, nyugodt vagyok. Nem vagy ilyen adrenalin függő. Á, dehogy is, extrém sportok, szóval teniszlabdáért is csak akkor futok, ha kényelmes. De a fiatalokkal akkor milyen programokat szoktatok szervezni? Kirándulunk, az lighty, várost nézünk, az kényelmes, beülünk a kávézóba, az nyugalmas. Aztán mozikázunk, valami jó filmet megnézünk, előadást tartok nekik érdekes vagy általam érdekesnek vélt témákban. Szóval ilyesfélékben gondolkodom, meghívok előadókat, az a legjobb, akkor én csak ülök és csöndben vagyok. Másokat gondolom az ilyen versengős, vetélkedős sportokban, meg játékokban a siker élménye hajt. A papi pályán mi a siker? Mit jelent siker? Hát hogyha például, mi a siker? Hát hogyha például mondjuk a közösség teremtésben látod, hogy van gyümölcse a befektetett időnek, energiának, szóval munkádnak. A sikerélményt biztosít számodra, de még ez sem biztos, mármint az ellenkezője, hogyha nem látszik az eredménye, hogy akkor sikertelen lennél. Tehát ez sem igaz egészen. Szóval, ha megmaradsz hűségben, na siker, ja. Megmaradni hűségben. Ah, igen, igen, igen. És kitartani a sikertelennek tűnő sztorikban is, és aztán megvárni, hogy nem fordul-e mégis a kocka, nem alakul-e mégis másként. Szóval, hogy nem bedőlni a látszatnak, meg a pillanatnyi élményeknek. És amúgy meg, tudod mi a siker? Hogyha tudsz szeretni másokat szabadon, és akkor megtapasztalod ezt, hogy téged is hogyan szeretnek. Csúcs!